Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Aki szeret engem, megtartja tanításom. Atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, nem tartja meg tanításom. A tanítás pedig, melyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne csüggedjen, hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogyha majd bekövetkezik, higgyetek. Ezek az evangélium igéi. A mai evangéliumban nyilván nagyon hangsúlyosan jelenik meg, főképpen a szakaszunk elején, az, hogy aki szeret engem, megtartja a törvényemet, aki megtartja a törvényt, az szeret engem, és már is neki eshetnénk, hogy beszéljünk, elmélkedjünk és imádkozzunk e felett, mit jelent ez a törvény, mit jelent a törvény megtartása, hogyan fejezi azt ki, hogy az az Isten felé való szeretetünk, vagy a Jézus felé való szeretetünk, vagy beszélhetnénk akkor a szeretetről, hogy az hogy is van, és akkor, hogy a szeretetből hogyan következik az, hogy majd akkor megtartjuk az Isten törvényeit. De hogyha most így járnánk el, szinte mintha a lényeget veszítenénk szem elől. Ami a mai evangéliumban is ott van, és a múlt vasárnapiban is, és az előzőben is, végig János evangelista által leírt Jézus búcsú beszédében. Mégpedig arra gondolok itt, hogy ennek a szakasznak is a szíve lelke, nem az, hogy most a törvény, és hogy tartsuk meg a törvényt, és akkor hogyan örüljünk annak, ha megtartottuk a törvényt, akkor tudhatjuk azt, hogy szeretjük Jézust. Akkor hogyan szeressünk, és akkor mi a szeretet, és ez miből áll, és mit jelent pontosan, és ki az, aki igazán szeret, és bár múlt héten pont erről beszéltünk. Szóval akkor hogy ragadjuk meg ennek az evangéliumnak a szíve lelkét? Valahogy úgy, hogy itt minden arról szól, hogy ha engem szerettek, akkor ti megtartjátok a törvényt. Ha én elég fontos vagyok nektek, akkor most nem szomorkodtok amiatt, hogy elmegyek, mert ha én fontos vagyok nektek, akkor ti át fogjátok élni, hogy én, aki nektek olyan fontos vagyok, nem egyszerűen csak meghalok, hanem el fogok menni a mennyei atyához, aki nekem fontos, és aki nektek is fontos, és a mennyei atyához, akinek ti nagyon fontosak vagytok. És ahogy ezt hallottuk egy héttel, két héttel ezelőtt, meg ott van az utalás a mai evangéliumban. Mert akkor Jézus nem a törvényről beszél, még csak nem a szeretetről beszél, tulajdonképpen, ahogy most az elmeneteléről beszél, nem is a halálról beszél. Hát egész pontosan, világosan így beszél, hogy elmegyek a mennyei atyához. Ott én helyet készítek nektek, azért, hogy ti ott legyetek, ahol én vagyok, mert én a mennyei atyánál leszek. Azért, ha ti szeretnétek engem, akkor örülnétek, hogy majd együtt leszünk, és én most majd elmegyek, és nektek helyet készítek, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Halljátok ezt! Hát itt nem a törvényről van szó, még csak nem is a szeretetről van szó, nem a halálról van szó, nem az ítéletről,
hanem arról, hogy te és én. Arról van szó, hogy mi. Arról, hogy a mennyei atya, és miről van szó, a szent lélekről. Hogy én nektek elküldöm a szent lelket. Hogy a szent lélek majd mindent eszetekbe juttasson nektek, amit én mondtam nektek. Na jó, most már ezt tényleg abba hagyom. Hát tulajdonképpen ez itt a szíve, lelke mindennek. És akkor így szeretnék tovább menni, és akkor nem a törvényről lesz szó, nem a szeretetről lesz szó, hanem mindarról lesz szó, és azokról lesz szó. Ami itt a lényeg, és akik itt a lényeg. És akkor a második gondolatunk az így szól, hogy akkor nem véletlen, hogy Jézus azt mondja, mindezt azért mondom el nektek, én. Ezt előre elmondom nektek, hogy amikor velem ez megtörténik, akkor ti fönn tudjátok tartani a velem való bizalmi kapcsolatot. Azt a nagyon személyes bizalmi kapcsolatot, amit így mondta a Szentírás, hogy higgyetek. Hogy amikor ez megtörténik, amikor én meghalok, akkor ti higgyetek, hogy ti bízzatok bennem, hogy ezt a nagyon személyes bizalmi viszonyt egy nagyon nehéz élethelyzetben is képesek legyetek elevenen őrizni magatokban. Erről szeretnék akkor beszélni. És akkor ez azt jelenti, hogy Jézus mit akar hangsúlyozni a mai evangéliumban is? Nem a törvény és nem a szeretet, hanem azt, hogy én ezt mondom nektek. Hogy ti tudjátok, hogy én ki vagyok, és hogy mi van közöttünk. És akkor olyan izgalmas ennek az evangéliumnak a vége, hogy azt mondja Jézus, előre elmondom nektek, hogy majd amikor megtörténik, és a jelenben lesztek, akkor pontosan tudjátok, hogy én ezt már a múltban elmondtam. Milyen izgalmas akkor, ahogyan Jézus beszél a vele való személyes bizalmi viszonyról. Azt mondja, hogy ez a velem való bizalmi viszony átöleli a múltat, átöleli a jelent és átöleli a jövőt. Mint ahogy az ember múlt, jelen és jövő egyszerre, és az emberben a jelenben ott van a múltunk, az Istennel való múltunk, és ott van az Istennel való jövőnk, a reményünk. Tehát akkor ez mit jelent? Ha szeretnénk, hogy eleven legyen bennünk az a személyes bizalmi kapcsolat Jézussal, akkor nagyon fontos egy picit rátekintenünk arra, hogy van-e bennem bizalom a múltra vonatkozóan, a jelenre vonatkozóan és a jövőre vonatkozóan. Ez lenne akkor most az első része ennek a beszédnek. És akkor ezt úgy szeretném megmutatni nektek, hogy milyen érdekes, hogy vannak sokan, akik azt mondják, hogy mi keresztények vagyunk, és hiszünk, és hívők vagyunk, de a hitük főképpen a múltra vonatkozik. És nem egyszer nem csak, hogy a múltra vonatkozik, hanem mások hit tapasztalatára alapul. Vagyis azt mondják, szinte más sem mondanak, mint hogy volt Ábrahámmal, és Izsákkal, és Jákobbal, és hogy volt az apostolokkal, hogy volt a prófétákkal, és az ősatyákkal, és nem is akarom ezt tovább mondani. Mi lehet ennek a gyöngéje? Hogy ő nagyon elevenen megéli a hitét, de ez a múltra vonatkozik. Ő ott mindent pontosan és nagyon körültekintően és nagyon elmélyülten, de mit valójában? Hogy Ábrahám hogy hitt Istennek? Ezt ő nagyon tudja, ezt ő nagyon hiszi, ezt ő nagyon vallja, ez neki nagyon fontos és nagyon a hitének az alapja. Mi lehet a gyöngéje? Hogy miközben a bizalmi viszonya a múltra irányul és a múltra vonatkozik, sokszor, hát ő maga is, mikor a jelenben éppen van egy világjárvány, vagy kitör a háború, vagy egyre nagyobb az infláció, akkor nem nagyon tudja, hogy az, amit ő a múltra vonatkozóan hisz, annak mi köze ő hozzá és a jelenéhez. Vagy hogy mi köze ő hozzá és a jelenéhez, és akkor ez hogyan lesz neki erőforrás a jövőre vonatkozóan? Hogy táplálja majd a reményét? Mert valahogy, mintha hitében mégiscsak az lenne, hogy ez másokkal történt a múltban, amit persze nagyon hiszünk. Hogy kapcsolódik én hozzám a jelenben? Hogy kapcsolódik hozzám Jézussal való kapcsolatomban a jelenben és a reményemhez?
Aztán olyanok is vannak, akik nagyon intenzíven, szívesen megélik a hitüket, a bizalmi viszonyukat a jelenben. De az teljesen elszakad a múlttól, és egészen elszakad a jövőtől, és akkor mi történik? Hogy lehet, hogy egy nagyon intenzív átélés, igen ám, de akkor nagyon kiszolgáltatottak lesznek, mert számukra a múlt nem lesz erőforrás. A jövő a reménység alapján nem lesz erőforrás, ott állnak majd a jelenben, és aki a hitét mindig csak a jelenre vonatkoztatva próbálja megélni, és megragadni, és átélni, nagyon kiszolgáltatott lesz. Mert a jelenben, hát nagy sorscsapások is érhetnek bennünket. A jelenben, mondjuk gondoljunk, megint csak így mondom, amikor éppen beteg vagyok, amikor éppen nem kapok levegőt, amikor éppen kiderül, hogy halnak meg emberek nem olyan messze tőlünk, hogy menekülnek milliók, és ha valaki csak a jelenre próbál koncentrálni, és csak erre figyel, és itt megélni a bizalmi viszonyát Istennel, nagyon nehéz és kiszolgáltatott helyzetben lesz. És aztán vannak sokan olyanok, akik azt mondják, hát én nagyon bízok Istenben, én hiszek Istenben, és tudom, hogy van odaát, és a halála nincs mindennek vége, és majd akkor Isten üdvözít, és én nagyon remélem, hogy ez így lesz, és tudom, hogy hát ő szeret engem, és... De hogy ennek mi köze neki a jelenéhez? Azt is lehetne mondani, hogy azt mondani, hogy hiszek Istenben, aki majd helyet készít nekem, és üdvösség, és a többi. Hát ennek semmi tétje nincs. Hát én rám vonatkozva aztán lesz szinte egyáltalán nincs semmi tétje. Tehát létezik az a fajta hit, ami éppensége csak a múltra, vagy csak a jelenre, vagy csak a jövőre összpontosít, és ezért erőtlen. És ezért nagyon kiszolgáltatott. És ezért nem elég erős ahhoz, hogy amikor a jelenben az életnek a konkrét megpróbáltatásai legyenek, akkor az történjen, amiért Jézus beszél, hogy azt mondja, és ha majd ez megtörténik, én arra vágyok, hogy ti ott is fönntartsátok velem a bizalmi viszonyt, ott, amikor a legsötétebb lesz. Ott, amikor éppen meghalok. Ott, amikor még a sírban vagyok. Ott, amikor azt gondoljátok, hogy minden remény szerte foszlott. Ott, amikor azt gondoljátok, hogy a múlt összes ígérete most hullott a porba. Mindezt azért mondom nektek, hogy ti ott a jelennek a legsötétebb vermében is tudjatok bennem bízni, hogy ti bízzatok bennem. És ezért, ha valamit érdemes táplálni magunkban, akkor pont az, ahogyan Jézus erről beszél, hogy ragaszkodjunk a hitünk múltbéli tapasztalata, ez az egy erőforrás, Isten hogy már miként segített nekem, és hogyan volt velem és velünk, hogy a jelennek azt a sokféle bizalmi helyzetét, hogy átéljük, hogy igen, bíztunk, tudjuk, hogy az sokszor olyan, hogy hát tényleg nem látunk se előre, se hátra, sem erre, és mégis de jó volt, hogy akkor nem adtuk föl, mert 5 perc múlva, meg 5 óra múlva, meg 5 év múlva kiderült, hogy de jó volt, hogy nem adtuk föl. És közben ebben benne van az is, hogy irányulunk a jövőre, és nem akarom hosszan szaporítani. Na most, ha ez így van, akkor van még egy izgalmas témánk. Akkor tehát a személyes bizalmi viszonyunkat föntartjuk a múltra, a jelenre és a jövőre, a múltunkra, a jelenünkre és a jövőnkre, a közös múlt, jelen és jövőre vonatkozóan. De hogy lesz ez tényleg erőforrás? Itt akkor megint 3 szempontot szeretnék mondani. Ez pedig így szól. Van a tapasztalat értelme, és azután, hogy ez hogyan függ össze és kapcsolódik az Istennel, a Jézushoz fűződő viszonyunkkal. Ez 3 külön lépés. És megint szeretném megmutatni nektek, hogy ezt a 3 lépést mennyire fontos újból és újból a jelenben, a különböző élethelyzeteinkben végigjárni. És megint gondolhattok a Covid-ra, gondolhatunk a háborúra, a nehézségekre, nem ragozom ezt tovább. Valami olyasmi helyzetre, amikor tényleg meg tudtunk rendülni, amikor esetleg halálfélelmünk volt, amikor aggódunk és bizonytalanok vagyunk, és nem tudjuk, hogy hogy lesz. És Jézus azt mondja, én előre elmondom nektek, hogy amikor majd ez lesz, akkor ti továbbra is bízzatok bennem. Mi ez a 3 lépés?
Az első maga a tapasztalat, hogy átélek éppen valamit, éppen nem kapok levegőt, vagy éppen meghalt valaki, aki nekem nagyon fontos, és nem tudom, hogy ezután hogy fogok élni. Hogy éppen megrendül bennem annak a bizalmi viszonya a világhoz, hogy a világban hát csak van valami rend, vagy valami jó, vagy valami kiszámíthatóság. Hát hogy az emberek csak jót akarnak egymásnak, hát jó, néha nem, de hát az úgy alapvetően csak. Tehát ezekről a helyzetekről és pillanatokról beszélek, mert Jézus is erről beszél, hogy majd amikor valami ilyesmi lesz, na azt szeretném, hogy ti akkor is a személyes bizalmi viszonyt velem fönn tudjátok tartani. Mi a tapasztalat? Azt mondja a bölcsességünk, hogy a tapasztalatban bármit átélhetek. Bármit, a bizonytalanságot, a félelmet, egészen a halálfélelemig, a kilátástalanságot, a reményvesztettséget is, bármit átélhetek, és miért engedhetem ezt meg magamnak, hogy bármit átéljek, és bármit tapasztaljak? Azért, mert ez a tapasztalat számomra valamilyen értelmet és értelmezést nyer és kap, van valamilyen jelentése és személyes jelentősége. Hadd mondjam akkor ezt egész konkrétan. Mondjuk az a tapasztalatom, hogy beteg vagyok, és nem kapok jól levegőt. Vagy az anyukám beteg, vagy az apukám, és fogalmam sincs, hogy lesz egy óra múlva. És akkor mi következik, mi ennek a jelentése és jelentősége számomra? Hogy egyszer csak a jelentése az lesz, hogy várjunk csak. Most egészen biztos vagyok abban, hogy amit megtapasztalok, az arról szól, az a jelentése, hogy én kiszolgáltatott vagyok, hogy egy teremtmény vagyok, hogy rászorulok Jézusra, hogy szükségem van a vele való kapcsolatra, hogy ami eddig valami elmélet volt számomra a megváltásról, meg a megszabadításról, most, mert annyira fáj valami, vagy annyira nehéz valami, most egyszer csak megvan a jelentés, hogy hát akkor ez lesz a megváltás. Hogy most pont megtapasztalhatóvá válhat valami, aminek az a jelentése, hogy aha. Tehát akkor én, mint teremtmény, rászorulok a teremtőre. Mint esendő ember a megváltóra. Mint kiszolgáltatott valaki a Szentléleknek a segítségére. Aha, hogy most ez történik, hogy ez a jelentése ennek a helyzetnek. És akkor a jelentésből kiformálódik egy személyes jelentőség. És egyszer csak miközben szenvedek, és sötét van, és nem tudom, és nem értem, és fáj, és bizonytalan, és akármit megélhetek, egyszer csak a következő jelentőség tárul föl számomra. Várjunk csak! Hát most akkor úgy mélyülhet el a bizalmi viszonyom Jézussal, ahogy sosem mélyülne el akkor, ha éppen jól mennének a dolgok. Hogy most éppen személyesen átélhetem azt, hogy ez a Jézus velem akar lenni pont, amikor szenvedek. Hogy most valamit nagyon mélyen átérezhetek abból, hogy mit jelent, hogy ő a javamat akarja. Hát akkor most van ennek az ideje, de a jelentősége mi még? Hogy most miközben annyira szenvedek, most értem meg, hogy milyen hálás vagyok azoknak, akik most gondoskodnak rólam. Szóval nem vagyok egyedül. Hogy most hát ma is főzött rám valaki, mert hát a WC-ig nem tudok kimenni. Hogy ma is ketten-hárman fölhívtak és megkérdezték, hogy. Hát akkor ennek a helyzetnek, hogy akkor talán most értem meg, hogy az ember milyen esendő, hogy ha ma nem szeretek valakit, hát lehet holnap már nem lesz rá lehetőségem. Hát akkor óriási jelentősége van ennek a helyzetnek. Hát most formálódik ki valami, hát akkor azon nyomban meg kell mondanom valakinek, hogy szeretem. Azon nyomban. Mert ez egy jelentőség teljes nap. Mert lehet, hogy holnap már nem fogom tudni mondani. Most képzeljétek el, előadást tartottam egy pár nappal ezelőtt, oda jött hozzám egy hölgy, azt mondja, Feri atya, nehéz időket élünk, ha könnyebb időket élünk, nem jöttem volna ide, nem beszélnék veled, de nehéz időket élünk. Úgyhogy most ide jöttem, és azt mondom neked, szeretlek. És nehéz időket élünk, ezt most nem mondom, ki tudja, lesz-e holnap. Úgyhogy ennek most van itt az ideje, ez egy jelentőségteljes pillanat.
Hát akkor egyszer csak pont, ami itt az elején csak a tapasztalatban más se volt, mint sötétség és szenvedés és kétség, és hát egyszer csak látjátok, hogy a világosságnak olyan fénye jön be, ami nem jön be akkor, hogyha éppen jól mennek a dolgok. Ez a második lépés az értelem, hogy annak van valamilyen értelme számomra. Ennek van egy jelentés és egy jelentőség része. És akkor a harmadik lépés, hogy mindez hogy kapcsolódik bennem össze a Jézussal való személyes bizalmi viszonyommal. Például úgy, hogy miközben ott vagyok az ágyom, vagy éppen szenvedek, bizonytalan, nem ragozom, hogy egyszer csak megjelenik bennem a hála. Például elkezdek hálás lenni Istennek és Jézusnak, hogy mennyire szörnyű lenne úgy szenvedni, hogy tudom, hogy nincsen múltunk, jelenünk és jövőnk együtt. Hát milyen pocsék lenne, ha én azt gondolnám, hogy a legrosszabb dolog az lenne, még meg is halhatok. Hát ez annyira szörnyű lenne, hát akkor mi van, meghalok és mindennek vége, vége a kapcsolatoknak, a szeretetnek, mindennek vége. Ez szörnyű, bele sem merek gondolni. De ha én itt ebben a helyzetben megvolt a tapasztalat, a jelentés és a jelentőség, ez bennem összekapcsolódik a Jézussal való bizalmi viszonyommal, akkor egyszer csak ráébredek arra, hogy nem tud olyan történni, ami engem elszakíthatna Jézustól, és a szó lényegi értelmében elszakíthatna engem a szeretteimtől. Mert még az is lehet, hogy én távozok. És ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy én a szeretteimtől el fogok szakadni. Például azért, mert Jézus azt mondja, ti lehet, hogy azt látjátok majd ott, hogy én meghaltam. De én már most mondom nektek, hogy amikor én nem vagyok itt köztetek és meghaltam, ti tudjátok, hogy én az Atyához mentem, hogy ott legyek az Atyával, és nektek helyet készítsek, hogy aztán majd eljöjjek hozzátok, mert ti sem csak meghaltok, hanem az történik, hogy akkor én eljövök értetek, és titeket elviszlek magammal, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. De erre mondja a Szentírás azt, hogy halál, hol a te fullánkod. Hát akkor nem a törvényről van szó, a szeretetről van szó, meg a halálról van szó, hanem rólad, meg Jézusról van szó. És ezért mondhatjuk azt, ha valaki ebben a személyes bizalmi viszonyában nem csinál mást, csak mindig tapasztal és átél, anélkül, hogy a tapasztalat és átérés összekapcsolódna az értelemmel, jelentéssel, jelentőséggel és a Jézussal való kapcsolattal, akkor a szenvedésben csak a szenvedés marad, akkor az nagyon nehéz lesz. És pontot nem fogok tudni bízni. Vagy pontot azt gondolom, hogy Isten elhagyott. Vagy pont még eszembe jut egy gondolat, hogy talán ez valami büntetés. Vagy pont azt gondolom, hogy lehet, hogy a remény hal meg utoljára. Tudjátok ezt a mondatot, hogy útálom. De az is lehetséges, hogy valakinek persze ott van valami jelentés és jelentőség, és mondja ezt magának, de közben ez nem talál kapcsolatot a saját személyes tapasztalataival. Mert a jelentést és a jelentőséget, a szavakat, a gondolatokat, az értelmet arra használja, hogy eltávolítsa magát a saját szenvedésétől és tapasztalataitól. Ebben az esetben az történik, hogy az ő hitének, a bizalmi személyes viszonynak nem lesz elég mély gyökere. Ezért ő fog mondani okos dolgokat, meg úgy magának, és mondja, és közben egyre jobban el fog szakadni a saját személyes élményétől. Ezért a személyes bizalmi kapcsolat az élményből és a tapasztalatból táplálkozik. Nem pedig arról van szó, hogy akkor a tapasztalatot mellőzzük azért, mert hiszünk. Hogy nem merünk dolgokat átélni, mert mi bízunk Istenben. Pont fordítva. Azért merek átélni bármit, de bármit. Mert annak számomra föl tud tárulni a jelentése, a jelentőség, és a kettő összekapcsolódik egymással. És pont a tapasztalatból kristályosodik ki a jelentés és a jelentőség. Majd kötődik össze a Jézussal való kapcsolattal. És persze az is lehetséges, hogy valaki a súlypontot csak a harmadikra teszi, hogy Jézus ezt mondta, és úgy mondta, és mi az egyház törvénye, hogyan kell csinálni,
és mi itt a rend, és akkor ezt ő nagyon-nagyon-nagyon tudja, nincs személyes jelentés, és nem kapcsolódik össze a saját személyes élettapasztalataival. Ez az, amit az a kedves hölgy mondott nekem a sekrestjében, hogy Feri atya, megmondom, mi az én bajom, hiszek én Istenben, nem bízok benne. És így érkeztem el itt valahogy a beszédnek a végére, hogy olyan szép az, amikor a bizalmunknak az a jellege, hogy múlt, jelen és jövőben is tudunk bízni. A tapasztalatban is ott van, az értelemadásban is ott van, és a Jézussal való bizalmi viszonyomban is ott van, hogy átkötöm mindezt, és átkötődik valahogy a szenttel, és a szakrálissal, és a spirituálissal, és egyszer csak történik valami nagyon izgalmas. Hogy amit eddig úgy gondoltam, most hogy vannak a törvényel, most akkor mi a törvény, és hogy van a törvény, hogy egyszer csak ez a törvény hirtelen úgy tűnik föl számomra, hogy az valami olyasmi, hogy Jézus megkér engem, hogy te, kérlek, tedd meg nekem. Hogy valójában ez az, amit így szoktunk hívni, hogy törvény. Hogy Jézus ebben a személyes bizalmi viszonyban odajön hozzám, és azt mondja, hogy légy szíves, tedd meg kérlek nekem, mert én nekem nagyon fontos lenne ez. És én nagyon szeretlek téged, és tudom, hogy neked mi fontos is. És akkor mi lesz az, amiről így beszélünk, hogy a szeretet, hogy egyszer csak az pedig valami ilyen jelleget ölt, hogy én, hát ezt pont tőled kérem, hogy nekem a legjobban az és úgy esne, ezt te megtennéd, hát pont nekem megtennéd. Annyira jól esne, ezt nekem meg tudnád tenni. És én is arra törekszem, hogy neked, pont neked megtegyem. Hogy én neked, és én te érted, és te én értem. És ezért akkor már nem a törvény, és a szeretet, és a halál, és a megpróbáltatás, hanem én és te. Te és én. És ezért a záró mondat akkor így szól, hogy és egyszer csak a hívő ember valahogy ide tud elérkezni, hogy akármi is történik, megszületik bennem egy-két szó, amit így lehetne kimondani, hogy mi szeretjük egymást.